Köszöntöm Önöket, Berekfürdőben vagyunk, Molnár János polgármester úrral beszélgetünk, hiszen az előzőekben egy nagyon szép ünnepség részesei lehettünk mi is. Berekfürdő legidősebb polgárát köszöntötte. Ki ő? Sebők Lászlóné Margit néni. Valóban így van, nekem még nem volt, én is meghatódott vagyok, mert nem volt még részem ilyenben, hogy én idős hölgyel, vagy én is emberrel találkozhassak. Ő Berekfürdő legidősebb polgára, és még azt mindenképpen meg kell említeni, hogy a fia, akivel most együtt él, ő agrármérnök, és lánya, aki már sajnos korábban meghalt, ő képzőművész volt, és róla van elnevezve Sebők Margit kiállító termünk itt Berekfürdőben. Tehát őt elvileg minden, nagyon sokan ismerik, hiszen valaki elmegy a főutcán, a főtéren, akkor láthatja is kiírva a Sebők Margit terem feliratot, az ő édesanyjuk Margit néni, akit most köszönthettünk. Margit néni, egyébként itt hallottuk az előbb a fiától, hogy nagyon jó egészségnek örvendett, még 3 héttel ezelőtt volt egy kis betegsége, de most is nagyon aktív és nagyon friss még. Azt hiszem sokan vagyunk úgy, akik szeretnénk 95 évesen, szerintem még 85 évesen is így szeretelni a tortát például, ahogy ő most szeretelte, és ilyen egészségben, egészségnek örvendeni. Kérdeztük is tőle, mint ilyenkor automatikusan megkérdez az ember, hogy mi a hosszú élet titka. Én azt szoktam erre mondani, hogy nekem soha senki ne hosszú életet kívánjon, bár elég szívesen 200 évig is, egy lenne a lényeg, hogy magamnak és másnak terhére ne legyek. És úgy látom, hogy Margit néni így volt, így van, még mindig önellátó, és nagyon jól tartja magát. Ez egy nagyon, mondhatom, hogy iridésre méltó, de mindenképpen azt mondom, hogy Isten áldása. Reméljük, hogy még megjegye a 100-at is, és találkozunk a 100. születésnapján is. Ha ilyen egészségben van, akkor ezt kívánom neki. Margitka néni fiával, Laci bácsival beszélgetünk, hiszen évek óta együtt él az édesanyjával. Itt most egy picit Margitka néni elfáradt a nagy ünneplésbe, de egyébként még nagyon jó egészségnek örvend. Úgy tudom, hogy csak az utóbbi néhány hétben volt egy picit beteg. Hát való igaz, hogy hál' Istennek idáig nem volt semmi különösebb gondja az egészségi állapotát tekintve. Az utóbbi 2-3 hétben valójában egy kicsit hanyatlott, közben előjött egy kis cukorbetegség is, neki most van, meg arra is vigyázni kell, a diétát, stb. De különösképpen se a memóriával, semmivel, tehát szellemileg is teljesen top volt korábban. Most már kezd rosszul emlékezni a dologra. Na de hát 95 éves, tehát azért ez már azért megbocsátható, de mit kell tudni Margitka néniről, mióta a Berekfürdőben? Hát én majdnem tulajdonképpen ide született, mert korszaki születésű, de ahogy férhez ment, összeházasodtak édesapámmal, attól kezdve ők a korszaki határnak a bereki részén élték az életüknek a szinte a hátralévő évét mai napig. Hát édesapám 11 éve halt meg. Volt egy kis balesete, de szerintem, ha az be nem következik, most őnek is ünnepeltük a 101. születésnapján. Hát reméljük, hogy még a mama a 100-at is meg fogja élni, és azt is, hogy még nagyon jó egészségnek fog örvendeni. Én azt kívánom, hogy nagyon jó egészséget neki, és önnek pedig az, hogy még sok-sok élményük legyen együtt a mamával. Hát nagyon szépen köszönöm ezt a jó kívánságot, és remélem, hogy Jóisten meghallgatja ezeket a szavakat, és csak olyan még tudunk a mama. Biztató is nagyon, hogy azt a, legalább azt a 5 évet húzza már ki a mama, hát kerekítsük ki a 100-asra, mert szép az a 95-ös, és de hát hogyha 3 számjegyből állna az a tortadísz, akkor még jobban mutatna utána. Biztos sokat beszélgettek azért erről, hogy mi a hosszú élettitka. Gondolom, hogy a mama is mindig világéletében dolgozott, gazdálkodtak, tehát nem egy ilyen otthonülő típus volt. Hát tulajdonképpen erről csak beszélgettünk, de ezt megfejteni nem lehet. Tudomásul kell azért azt venni, hogy egyrészt genetikailag az egész família anyai ágon és az apai ágon is mindegyik vonalon megközelítették a 100 évet, és mindegyik vonalnak az volt az előzménye, hogy kinn a mezőgazdaságban szabad levegőn éltek, dolgoztak, és szerintem ez az, ami meghatározza.
A négy fal között, meg levegőtlen körülmények között nem lehet ennyi évet egészségesen leélni biztosan. Hát akkor én azt mondom, hogy találkozunk a mama 100. születésnapján, azt is élje meg erőben, egészségben. Ezeket meghívom önt is, meg az egész stábot, hogy ünnepeljünk és csináljunk egy újabb közös fényképet majd a 100. születésnap alkalmával. Így legyen, köszönjük szépen. Köszönöm szépen.